Nagyon-nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket egy nemzeti ünnepünk alkalmával, egy igazán gyönyörű reggeli kezdéssel. Mi sem lehet szebb, mint ez a nagyon kedves kis Hári előadás hári darab a fiataloktól, a gyermekektől, az előadóktól egy flashmob keretében. És köszönöm, hogy a szülők is elkísérték a fiatalokat és az előadókat, és láttam, hogy készültek a képek, a felvételek, úgyhogy van miről örökséget készíteni hiszen tisztelt ünneplő kecskemétiek, egy különleges esemény és egy különleges alkalom ez a mai, mert elsősorban szobrot avatni jöttünk össze, és nem is akármilyen napun nemzetünk dicsős szabadságharcának az ünnepén. A szobrok az örökké valóságnak készülnek, Azért emeljük őket, hogy minket jóval túlélve emlékeztessék utódainkat is az elődeink által ránk hagyományozott örökségre. Szeretni és védeni hazánkat, Magyarországot, mind halálig. 1848-ban ezen a Szent Napon minden megváltozott. A történelem kereke a jó irányba kezdett forogni, mégpedig a magyarok keze által. A 48-as forradalom, forradalmi ifjúság önmagán messze túlmutató feladatra vállalkozott, amit aztán sikerre is vitt. Visszaadni a nemzetnek a jogot, hogy maga rendelkezzen jelenéről, törvényeiről, javairól, és ami talán mindennél fontosabb, gyermekei és unokái jövőjéről. Ki más jobban, ki más tudná jobban ugyanis, hogy mire van szükségünk, mi a jó nekünk, mint önön magunk. Tisztelt ünneplők, a nehéz idők hősöket szülnek, akik aztán nagy időket felívelő korszakokat teremtenek. 1848-ban nehéz idők jártak felénk, az ország az elnyomás súlya alatt nyögött, a magyar szív és ész nem teljesedhetett ki. Senyvedett Európa egyik legnagyszerűbb nemzete. De az elnyomásba nem tört bele a magyar. Főnixként a hamvakból feltámadva Európa szerte tisztelt nemzetként született újjá, utat mutatva az egész kontinensnek, hősöget adva az európai szabadságnak. E hősök közül pedig kiemelkedett Petőfi Sándor. Petőfit a magyar szabadság lelkének tartják szerte a világban. Elszántsága, elhivatottsága, hazaszeretete igazi fákjává tette. Petőfi Sándor reményt gyújtott a lelkekben és lelkesedést a szívekben. Tiszteljük, ragyogva, rajongva szeretjük, mind a mai napig példaképünk, mert megmutatta nekünk, hogy ha összefogunk és egymásba kapaszkodunk, ha együtt dobban a szívünk, együtt énekelünk és lépünk a lábunkkal, akkor a nemzet igenis képes felemelkedni. Tisztelt Kecskemétiek, mi itt Kecskeméten hiszünk a közösség felszabadító és alkotó erejében. Hiszünk, mert tudjuk, tapasztaljuk, hogy micsoda teremtő erő lakozik benne. Nézzünk körül, tekintsünk egy pillanatra vissza, akár csak az elmúlt tíz évre is. Szinte a semmiből egy vert környezetből, helyzetből felálltunk, és már az egyik, hanem a legsikeresebb magyar várossá tettük szeretett Kecskemétünket. Minden, amit kecskeméten elértünk, amit fel tudunk mutatni, abból a hősiességből, abból az alkotó erőből fakad, melyet Petőfi ránk hagyományozott. A jeles évfordulók rendre felvetik annak igényét, hogy szellemi nagyjaink előtt tisztelegve újabb művekkel emlékezzünk. Most, amikor a világ egyre kiszámíthatatlanabb csúnyább arcát mutatja, ez az igény minél erősebb, mindennél erősebb. Szükségünk van jelekre, amelyekre rápillantva megerősödik a hitünk, melyek emlékeztetnek bennünket arra, hogy együtt erő vagyunk, amely a legvastagabb falon is átmegy. Napjainkban is szükségünk van Petőfi szellemiségére és az abban lakozó erőre, mert most itt nekünk történelmi kötelességünk van. Eredményeink és jövőnk érdekében meg kell védenünk a békénket, szavatolni kell városunk és minden lakója biztonságát, és boldog jövőt kell teremtenünk gyermekeinknek. Mindenhez azonban 1848 hőseitől tudjuk, erő kell. És nem is akármilyen erőre, most békés erőre van szükség. Az erő pedig a békés közösségből fakad, belőlünk fakad. Ezért nem tehetjük meg, nem engedhetjük meg, hogy éket verjenek közénk. Megpróbálták már párszól, hol az idegenek betelepítésének agyrémtervével, hol külső zsoltban állók ledobásával, most pedig háborúval fenyegetnek. Sőt, ha ez nem lenne még elő, elég gyermekeink biztonságának veszélyeztetésével is. Kedves ünneplő kecskemétiek! Olyan időket élünk, amikor meg kell idézni hőseinket, meg kell idézni hőseinket, hogy ne eresszük el egymás kezét, bármi történjék is. Meg kell idézni hőseinket, hogy legyen elég erőnk megvédeni értékeinket, hitünket, nyelvünket, családjainkat. És meg kell idézni hőseinket azért is, hogy a hozzánk érkezőket megnyerjük terveinknek, érdekeltét tegyük csodás közösségünk fennmaradásában és gyarapodásában. Kecskemét legújabb műalkotása nem csak címében jel. A Petőfi emlékév lezárásaként segít nekünk megidézni hősünk Petőfi Sándor szellemiségét. Azért a Petőfiét, aki Kecskeméten kezdett iskolába járni, aki vándor színészként visszalátogatott városunkba, és több versét is itt írta meg. A műalkotás, tisztelgés Kecskemét kultúrát teremtő és szerető polgárai előtt. Lakatos Pál Sándor, munkácsi díjas és bozsó János díjas szobrászművész kortás térpaszlikája szimbólumként építkezik. Olyan tárgyakból, amik képesek megidézni rég letűnt korokat, az írásbeliség kezdetét, a pecséthengerek világától a könyvnyomtatás hajnaláig. Jel. Az egyetemes kultúra emlékműve egy könyv, aminek helye van egy katona József könyvtár előtt. Szimbólum a szeretett kecskemétünknek, ami nyitott, mint egy könyv, befogadó, mint egy lejegyzett történetre az értő olvasó. Jel egy olyan iskola városban, ahol most éppen egyetemet építünk. Jel egy olyan kecskeméten, ahol a tudás és a kultúra minden korban megbecsülésnek örvendett. Jel, a múlt jelen és egy jövő egybekapaszkodása. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a jövő, jövő csak a valódi szabadság jelenti. Az a szabadság, amely meghagyja a nemzetnek, hogy saját hagyományaik, érdekeik és jövőképük alapján szervezzék életüket, és kössenek egymással erős szövetségeket. Ugyanis a valódi szabadság összehoz, összeköt bennünket egymással. Minden más, csak békétlenséget szül. Ünneplő barátaim, minden bajunkra és minden minket érintő kihívásunkra egyetlen megoldás létezik ma, kövessük Petőfi példáját. Most ugyanis rajtunk a sor, nekünk van feladatunk, rajtunk múlik kecskemét, és nem kis részben a Magyarország jövője. Ahogy a márciusi ifjak, úgy nekünk is cselekednünk kell, a mi fegyverünk pedig a döntésünk lesz 2024. június 9-én az Európa Parlament és az önkormányzati választáson, melyel kecskemét jövőjét szolgáljuk. Mert tiszta szívünkből szeretjük ezt a várost, fogjunk hát össze, védjük meg békénket, védjük meg jövőnket, minden áldott nap, mert együtt bármire képesek vagyunk. Kecskemét minden előtt.